Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Még mindig Maldív-szigeteken vagyunk. Ez az a hely, amit mondtam, hogy meg fogjuk mutatni, ez a Sandbank. Mondjuk egy nem teljesen olyan homokpad, mint ami általában szokott lenni bent a tenger közepén, és azon semmi más nincs, mert ennek a végén van egy gyönyörű rezort. És amit ott láthattok a háttérben, és hogyha eljövünk erre tovább, itt a víz, ahol világos kék, az gyakorlatilag, gyere, mert lemaradsz. És hát téged követ a kamera, nem engem. És a lényeg az, hogy ami itt világos kék, az a hajókig, egészen a hajókig, körülbelül olyan, hát 50 és 70 centi között lehet a víz. Nagyon kellemes meleg a víz, jó hőmérséklet. Hát látszik a parton térd alatt, igen, a hajónál meg körülbelül combig. Eddig, igen, nem több. Úgyhogy szóval jó kis hely ez is. Ide általában csak turistákat hoznak, mint amilyenek most mi is vagyunk. Aztán etetik, itatják őket, tele van színes napernyővel az egész Sandbank. Ez pár évvel ezelőtt ugye nem így volt, hanem ide hoztak 4-6 embert, és akkor itt voltunk egy fél napot. Hoztak rengeteg ennivalót, innivalót, és akkor az egész napot itt töltöttük el, mint ahogy most is egy pár órát itt töltünk el. Úgyhogy... De azt nem mondhatjuk el, hogy lakatlan sziget, mert most már a turizmus azért fejlődött, és nagyon sok turistát hoznak ide. Hát igen, ez az, amit mi sem mondtam. Vagyunk egyedül. Így van, ez az, amit mondtam, hogy ott van a gyakorlatilag ott az a rezort, és akkor gyere velem erre, és akkor meg tudják még nézni a rezortot itt a hátul mögött, mert ugyebár téged követ folyamatosan ez a rendszer, ne szakadj le rólam, mert hogyha Máté elszalad innen balra vagy jobbra tőlem, akkor én már nem vagyok rajta a képen. Lehet, hogy el is kéne fussak. Na, milyen jó lenne. Na, körülbelül ennyit a homokpadokról. Ma itt töltjük napunk egy részét, majd még jelentkezünk. Meg víz alatti képeket, tényleg nagyon klassz kis helyeken voltunk snorkerezni. Nagyon sok szép színes halat és korallt láttunk. Mondjuk az is érdekes, hogy az itteni helyi emberek úgy taposák le a korallt, mint hogyha kötelező lenne. Mindezt annak érdekében, hogy a videó felvétel elkészüljön a turistákról. Bármit meg. Csak a turizmusért bármit, akár még a környezetet is tönkreteszik. Úgyhogy mit mondjuk még? Más nem kell. Szerintem ennyit a mai napról. Jó. Meg a Sandbankről. Sziasztok! Puszi pacsi! Rőzsét meg majd állítjuk!